Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi a gondolata, hogyan érzi magát, és hogy mit fog tenni? Mielőtt kivetem a kártyákat, elmondanám azt, hogy van egy ajánlat, egy akció jelenleg e-mailen keresztül. Kérheted ingyenesen a te személyes szerencse számodat. És most visszatérek a három kérdése. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt a felhő utalhat olyan gondolatokra, amikor még nem tudja, hogyan tovább. Tehát rendeznie kell bizonyos dolgokat, ami eddig olyan átláthatatlannak tűnt. Ez a kasza jelentheti azt, hogy elvágja, tehát eltávolítja ezt a felhőt, ez olyan, mint egy fátyol, amikor valami még átláthatatlan, tehát ő azt tervezi, hogy tisztázódjon valami, tisztítani akarja a gondolatait, a terveit, vagy tisztázni akar veled valamit. Itt a kasza jelenthet válást is, hogy ebben a helyzetben van, és a vállóperben még valami átláthatatlan. Amit ez a felhő még jelenthet, fél évet, hogy visszagondol arra, hogy mit, hogyan élt át fél évvel ezelőtt, és ezeket a dolgokat akarja tisztázni. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt megvan a kapcsolat kettőtök között, és közeledni fog, itt előre mennek az események. Amennyiben ő még nős, akkor ez a gyűrű jelentheti a házasságát, itt a kasza a vállást, és itt ő úgy érzi, most végre már előre mennek a dolgok. Ez a kártya mindent jelent, ami mozog. Ez lehet sport, autó, kirándulás, változások, és itt a gyűrű lehet egy szerződés, vagy azt is jelentheti, hogy visszatér hozzád, keresi veled a kapcsolatot. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. A könyv jelentheti a tudást, a továbbképzést, a tanulást, de az ő zárkózottságát is. És mivel itt megjelenik a négy levelű lóhere, ez szerencsét hoz, hiszen keresi veled a kapcsolatot, előre mennek a dolgok, tisztázódik valami, hiszen ez a terve. Mi fűz össze benneteket? Itt látható ez a hajó, ez jelentheti a reményt, hiszen ezt szimbolizálja, vagy a hajó jelenthet egy utazást, külföldi kapcsolatot, kirándulást, mozgást, vagy egy belső utat. Egy lelki kapcsolatot kettőtök között, és ő ennek tudatában van. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!